A rászedett ördög. Volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember ősz idején el akart menni cséplőbe, mert hát nagy volt otthon a nyomorúság, s ha csépléssel nem szerez gabonát, bizony felkopik az álla azon hosszú hideg télen. Az ám, csak hogy nagy volt a baj. A szegény ember nem talált társat, aki vele menjen csépelni, márpedig a gazda emberek egy cséplőt nem állítnak a csűrbe. Úgy megy vígan a munka, ha legalább kettő veri ki a búza szemét. Miért nem akadt társa, ugyan mit gondoltok? Azért nem, mert egész nyáron rázta a hideg, s úgy elment az ereje, hogy egy léggyel sem bírt volna el. Mit csináljon? A maga falujában nem talált társat, elmegy a szomszéd faluba. Hát, ha ott akad egy bolond. Még a fele útját meg sem tette, találkozik az ördöggel. Köszönnek egymásnak illendőképpen, s kérdi az ördög. Hová mégy, te szegény ember? Feleli a szegény ember. Én bizony édes ördög barátom, elindultam cséplőbe, de nem találok magamhoz való elég erős embert. Ennyi de jó, örvendezett az ördög. No lásd, én is csépelni szeretnék, s én sem találok magamhoz elég erős társat. Hát akkor jól van, szólt a szegény ember. Próbáljunk egyet, legyünk társak! Hozd el a csépedet, én hozzám, majd ott kipróbáljuk, mit tudsz. Az ördög elment a csépje után, a szegény ember pedig visszafordult a falujába. Otthon bodzafából csépet csinált, s úgy várta az ördögöt. Megjött ez is nem sokára. Hozott egy akkora vas csépet, hogy elég lett volna emelni 10 embernek. Na, próbáljuk meg! Mondta a szegény ember. Hadlám, által tudod-e dobni a házamon a csépedet? Az ördög meglódította a csépjét, s úgy keresztül repítette a ház tetején, hogy csak úgy surrogott-burrogott a levegő. Most már a szegény emberen volt a sor. Ő is fogta az ő bodzafa csépjét, s fellódította. Szerencséjére éppen nagy szél volt, a szél felkapta a bodzacsépet, s úgy elvitte, hogy többet nem is látták. Na, ördög barátom, dicsekedett a szegény ember, így lódítsd át, ha tudod. Ha nem, jól van, én meg vagyok elégedve a te erőddel, csak aztán ki ne dőlj a cséplésből. Mindjárt elindultak, s a szomszéd faluban beállottak egy helyre, ahol a legtöbb asztag volt. A szegény ember hamarosan csépet csinált bodzafából, s megkezdették a cséplést. Először a szegény ember ütött rá egy kévére, mondta az ördögnek. Látod, ördög koma, így is rá a kévére, hogy földre lapuljon! Az ördög egész erejéből ráütött a kévére, de az felszökött vagy két ölnyire. Oho! Kiáltott a szegény ember. Az nem ütés! Úgy üsd meg, hogy a földhöz ragadjon a kéve! Az ördög megmérgelődött, s most még erősebben ráütött a kévére. Bezzeg, hogy felszökött a kéve egész a kakasülőig! Az ördög igazán elhitte, hogy a szegény ember erősebb, mint ő, s hogy valahogy el ne csapja magától, olyan lelkiből csépelt, hogy egy nap kivert egy egész asztagot. Hét végivel, mikor kikapták a részüket a gazdától, azt mondja a szegény ember. Hallod-e, ördög koma, itt van két csomó búza, látod-e? Látom, felelt az ördög. No, ha látod, hát azt mondom neked, hogy én megelégszem a kisebbik csomóval, legyen a tiéd a nagyobbik. Örült az ördög, s elfogadta a nagyobb csomót, pedig az csupa polyva volt. De hát ő ehhez nem értett, s nevetett a bolond szegény emberen. Aztán hazamentek. Telt múlt az idő, s az ördög egyszer elment a szegény emberhez. Ez megkínált a kenyérrel, s az ördög nem győzött eleget enni a jó búza kenyérből. Mondta az ördög. Ezt már csak ugyan nem értem, koma. A te kenyered olyan, mint a kalács, s az enyémet nem lehet megenni, pedig egy búzából sütik. Komám! Mondta a szegény ember. Nem tud a feleséget kenyeret sütni. Majd megtanítanám én a feleségemet, csak ne sütne nekem jó kenyeret. Hazament az ördög, s otthon jól elverte a feleségét, amiért nem süt jó kenyeret. De hiába verte, azután sem sütött jobbat. Egy hét múlva, kettő múlva, ismét elmentek cséplőbe a szegény ember meg az ördög. Most már rozsot csépeltek. Mikor osztásra került a sor, azt mondta a szegény ember. Na, komám, most választ te a kisebb csomót, legyen a nagy az enyém! Az ördög beleegyezett a bolond fejével. Pedig hát úgy van az, hogy a rozsnál kisebb a polyvás csomó, mint a tiszta rozs. Éppen megfordítva, mint a búzánál.
Bezzeg, hogy az ördög felesége megint olyan kenyeret sütött, hogy a kutya sem ette meg. Mérges volt az ördög, s úgy elverte a feleségét, hogy a szegény feje haláláig sem felejtette el. Harmadszor is elmentek csípelni. Most már elegy búzát kaptak, de ennél is a polyvából lett a nagyobb csomó. Az ördögnek, mintha kezdett volna már megjönni az esze, s azt ajánlotta. Tudod mit, komám? Osszuk két felé mind a két csomót. A szegény ember beleegyezett, de a nagy csomóból otthagyta a részét, s csak a kicsit vitte haza. Az ördög mind a két csomóból hazavitte a részt, de először a kisebbikből süttetett kenyeret. S hát milyen kenyér lett belőle? Jobb a kalácsnál, még a király is megehette volna. Most már látta az ördög, hogy a szegény ember rászette, de csúnyán. Szégyenlette is a dolgot erősen. Olyan nagyon szégyelte, hogy többet nem ismert a szegény ember felé menni. Azóta kerüli az ördög a szegény embert. Mondja a példaszó, a szegény embert még az ördög is kerüli.